Ez most nem kérdezfelek, hanem búcsú. Az életünk egy korszaka zárul le. Ugyan én ülök itt általában a padon, tehát én látszom, de ezt együtt adjuk. Ezt mindig együtt adjuk. Tehát bármi, ami tőlünk jön, az a közös munkánk eredménye. Úgy azt gondolom, hogy tényleg a kapcsolat, meg a kapcsolatok ilyen apróságokon múlik. Tehát, hogy azon tud elmenni, hogy sok olyan összezörrenés van-e, amikor így benne ragad az ember, meg amikor adott esetben tényleg szélsőségekig eltolja egy pár, és hogy nem az van, hogy jönni, nyitni, és akkor utána már ugye a másik fél is akkor már sokkal fogékonyabb rád, meg a te gondolataidra, amikor te hozzá tudsz lépni. Biztos így kevesen tudjátok, meg nem nagyon látszott rajtunk, de hogy nekünk tényleg volt olyan időszak itt, amikor ilyen kb. Számolgattuk, hogy lesz befizetve a nem tudom én milyen számla, vagy szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon minimálva is. Igen, tehát elfogytak a tartalékaink, és kicentisztük a fordulót. És baromi fontos része volt ennek az időszaknak, hogy de az István azért rajta látszik is, meg a lendületéből is mindig jön, hogy ő tényleg így az álmai, meg a hite mentén működik. És ebbe vele menni, meg ebbe követni őt, ez olyan szinten katartikus, meg felemelő, mert hogy a nap végén tényleg az igazolódik, hogy így nagyon nem mindegy, hogy hol vagy, mivel veszed körül magadat. Hogy hinni, merni, és az álmok mentén azért valamilyen szinten tényleg egyfajta kockázatot is vállalva, úgy, hogy nyilván nem csak az, hogy az ember kockázatot választ, hogy majd lesz, ami lesz, hanem hogy nagyon kőkemény erőfeszítést tenni abba az irányba, amilyen irányba te azt érzed, hogy oké, ez most egy kicsit több, mint amit én bírok, de ha ezért így napról napra megteszem a lépéseket, akkor én ezt, meg még ennél többet is így át tudok lépni. Nehéz ezt elhinni, meg nehéz benne bízni, de ha az ember jót csinál jól, tehát tényleg a helyes irányba tett igaz erőfeszítésnek, annak van eredménye. Annak csodás gyümölcsei vannak. Úgyhogy talán ez egy ilyen jó zárása is ennek a korszaknak. Szeretettel üdvözöllek, a nevem Jós István, és ez most nem kérdezfelek, hanem búcsú. És egy vendéget is hívtam. A búcsú alkalmából. Szia! Hello, Pincsem! Sziasztok! Ezt majd így mozgatom mindig köztünk. Jó. Mert az életünk egy korszaka zárul le, mert innen költözünk. És mikor jöttünk? 2015 őszén. 15 őszén, és talán akkor kezdtük az Én Akadémiát úgy igazából, ugye? Ezeket Igen. A kurzusokat akkor kezdtük. Még személyesen, vagy pár fotót így bevágok a videóból, próbálok előkeresni. Itt jöttek a résztvevők, és itt ültünk, és a nagy ábra alatt itt magyaráztuk ezt az egészet. Tényleg a hőskor volt ez az első időszaka volt ennek a komolyan vett munkának, talán így tudom mondani. Hát sőt, olyannyira, hogy egy fejezet zárul, hogy mi ezt a lakást, ezt gyakorlatilag amiatt is választottuk kifejezetten, hogy az Én Akadémiának otthont adjon, és hogy nagyon hosszan volt, az pont nosztalgiáztunk egyik este, hogy milyen malőrök, meg mik voltak, hogy itt gyakorlatilag itt női köröket, csoportokat, hétvégi, egynapos képzéseket tartottunk. Sőt, itt dolgoztunk. Tehát, hogy a munkatársakkal itt ültünk az asztal volt, körül. Volt, hogy 10-akárhányan gyűltünk itt. Meg kinültünk a teraszon, meg ugye az én egyéni konzultációim aztán még mostanáig itt voltak. Igen. És a legilyen nevezetesebb, vagy emlékezetesebb eset, amikor az egy ilyen őszi vagy téli, tehát amikor a délutánok már sötétek, és jöttek a résztvevők, és elment az áram, és hogy teljes sötétben, gyertyafény mellett volt megtartva az a képzés, és hogy annyira az jó egy királynéképző volt. Igen, az igen, az egyik, igen. Az egyik legfantasztikusabb királynéképző volt. Van egy csomó felvételünk is ezekről egyébként. Egyszer, ha lesz erre idő, akkor így előássuk az archívumot, mert az első időben a királynéképzőkről mindig készült hangfelvétel, és biztos, hogy ez is megvan, meg videófelvétel is többről van. Igen. Na, úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok egyrészt, meg tényleg
olyan fantasztikusan nagy élmény, hogy idáig eljutottunk egyáltalán. Tehát már az első idő is, hogy bárki erre igényt tartott, amit mi itt együtt adni tudunk. Mert ez fontos, hogy ugyan én ülök itt általában a padon, tehát én látszom, de ezt együtt adjuk. Ezt mindig együtt adjuk. Tehát bármi, ami tőlünk jön, az a közös munkánk eredménye. Nekem nem lenne, én nem működnék, nekem nem lenne meg az erőm, nem lenne meg az egyensúlyom, ugye nélküled. Úgyhogy ez mindig közös munka, sőt most már a kislányunk is részt vesz, aki itt született. Vagy ide. Vagy hát ide hoztuk haza tavaly, most már annyira nagy. Mindegy. Fél éves, november elején sok idő, igen, sok idő eltelt itt. És akkor gondoltam, hogy kicsit még beszélgessünk arról, nem beszéltük előre meg, de ez a merénylet mindig, amikor leültetem, fél évente tudom csak leültetni, mert azt mondja, hogy mindig valahogy hátba támadom, amikor leültetem egy-egy ilyen beszélgetésre, és most is készültem egy ilyen kérdéssel, hogy neked mik a legfontosabb tanulságok, és majd én is elmondom, de hogy ebből az elmúlt 4,5-5 évből, tehát neked így mik a fénylő tanulságok, tehát hogy mit tanultál te itt? Tehát ami kifejezetten ide kötődik, meg ehhez a korszakban. Nem a helyhez, hanem az idő, ebbe az időszakban. Hát nekem a legnagyobb tanulságom, vagy tanulásom az, amit István sokat hangoztat, az alázat. De tényleg valóságosan az alázatot élni, és a mindennapok részévé tenni, hogy az ember, mondjuk amikor egy olyan nehéz szituáció van, amikor én is fáradt vagyok, vagy valamit éppen az én fejemben, vagy az én egóm valahogy máshogy dolgozná át, és hogy akkor nagy levegőt venni, és akkor is tudni jönni, és kapcsolódni, és hogy a mi működésünk és együttműködésünk mondjuk így napokra ne szűnjön meg. Nekem azt hiszem, hogy ez a legnagyobb tanulásom, és mondjuk most tényleg így végig is futott rajtam a hideg, hogy én ebben itt nagyon sokat léptem magamhoz képest, és azt gondolom, hogy nagyban haladtam meg magamat. Én valóban tudtam, nyilván nem vagyok most sem professzionális ebben, de hogy én tényleg tudtam úgy olyan szinten a sötétet választani, hogy hosszú órákra, vagy még akár hosszabb időre is az, hogy teljesen befordultam, és hogy így lezártam. És hogy ebben itt ez az időszak valami nagyon nagy, nem tudom, én kegyelemnek élem meg, hogy ebben azt gondolom, hogy sokkal gyorsabban tudok már kijönni, és nem így a saját gondolataimban őrölni, hanem így tényleg visszalépni, vagy visszakapcsolódni a mi közösségünkhöz. Hát, mondjál, de hogy mitől volt ez a sötétség? Tehát, hogy te, az hogy állt elő az a helyzet, hogy te ott eltűntél? Hát ez gyakorlatilag... Mikor voltak ezek? Az gyakorlatilag az, amikor tényleg így az ember a saját akaratában, vagy a saját... Tehát, hogy a kettőnk akarata ütközött. Igen. A kettőnk akarata ütközött, és amikor én nem tudtam abból kijönni, hogy már pedig, ahogy én szeretném, az miért nem tud úgy lenni. De ezek tényleg ilyen teljes apróságok, kell csak gondolni, szóval nem ilyen hatalmas nagy dolgok, de hogy amúgy úgy azt gondolom, hogy tényleg a kapcsolat, meg a kapcsolatok ilyen apróságokon múlik. Tehát, hogy azon tud elmenni, hogy sok olyan összezörrenés van-e, amikor így benne ragad az ember, meg amikor adott esetben tényleg szélsőségekig eltolja egy pár, és hogy nem az van, hogy jönni, nyitni, és akkor utána már ugye a másik fél is... akkor már sokkal fogékonyabb rád, meg a te gondolataidra, amikor te hozzá tudsz lépni. Úgyhogy nekem ez... Ezt egyébként így megerősítem, hogy tényleg sokkal jobb vagy ebbe, mint voltál. Sokkal. Ugyanálunk az... Tehát nekem van egy erős sodrásom mindig, tehát hogy én így megyek, és olykor ő máshogy él meg helyzeteket, vagy priorizál, hogy ezt vagy azt kéne, és akkor az akaratunk így szétnyílnak, és régen ebből tényleg komoly gond volt, hogy ilyenkor te elutasítva, meg nem szeretve tudtad magad érezni csak azért, mert nem a te akaratod szerint tudtunk, vagy nem tudtunk, vagy én nem tudtam épp a szerint haladni, hanem úgy kellett, ahogy én egy kicsit más képet nézve úgy éreztem, hogy úgy. És most talán úgy tudnám mondani, hogy nagyon ritkán választod magadat, és nem az együttességünket. Tehát, hogy sokkal inkább
vagy ebben, hogy az fontos, hogy mi együtt, és tudod oda bízni azt, hogy ezt a helyzetet akkor most hogyan oldjuk meg arra, ahogy én épp ebben tudok haladni, és nem ragaszkodsz annyira, vagy olyan makacsul, vagy sokkal rövidebb ideig, ha egyáltalán, ahhoz, hogy de szerinted mit kellett volna. Igen. És még valamit kezdtél volna? Igen. Azért mégiscsak, hogy mivel így a helytől búcsúzunk, azért ide is úgy szeretnék valahogy bekapcsolódni, hogy a 4,5 év távlatában itt ez a hely, ez a közeg. Hogy de ez vicces, mert gyakorlatilag szétszedtünk mindent, csak ez az egy sarok. Ja, kis sarok érintetlen. Minden hogy lehet, dobozok, meg üres majd, asztalok, meg üres falak. Igen, majd felveszek pár másodpercet, hogy így mi igen. volt egyébként a tér, hogy... Szóval a másik pedig az a fajta, ami azt hiszem nekem így korábban is megvolt, az a fajta ilyen ráhagyatkozás arra, hogy tényleg, ha az ember hisz, meg elhisz dolgokat, hogy az így megvalósul. Tehát, hogy a gondviselésben, a jóistenben, hogy amikor így érzed, hogy valami jó, és hogy valamiért tenni erőfeszítést, hogy ezek az erőfeszítések, ezek mindig aztán valami fajta gyümölcsöt hoznak, és hogy tényleg így merni abba az irányba menni, ami teljesen irracionális. Tehát nekünk így ehhez a korszakhoz kapcsolódik nagyon erősen az, hogy azt biztos így kevesen tudjátok, meg nem nagyon látszott rajtunk, de hogy nekünk tényleg volt olyan időszak itt, amikor ilyen kb. Számolgattuk, hogy lesz befizetve a nem tudom én milyen számla, vagy szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon minimálban is. Hogy igen, tehát elfogytak a tartalékaink, és kicentisztük a fordulót. És az nagyon-nagyon érdekes, hogy az egy baromi fontos része volt ennek az időszaknak, hogy de az István azért rajta látszik is, meg a lendületéből is mindig jön, hogy ő tényleg így az álmai, meg a hite mentén működik. És ebbe vele menni, meg ebbe követni őt, ez olyan szinten katartikus, meg felemelő, mert hogy a nap végén tényleg az igazolódik, hogy így nagyon nem mindegy, hogy hol vagy, mivel veszed körül magadat, és nekünk ezért hála, akiktől ezt a lakást erre 4,5 évre, hát úgymond nem kaptuk, de hogy kvázi, hogy béreltük, tehát hogy itt voltunk, vagy itt lehettünk, mert hogy ez nagyon sokat hozzáadott ehhez az időszakhoz. Ez a környezet, ez a csodálatos millió, ez az energia, ami itt van, és hogy... Majd mindjárt akkor ezt is mutatom, tehát hogy közvetlen itt a halászbástya alatt vagyunk egyébként, tehát ez a nagy ablak, amit mindig látszik. Itt a Mátyás templom látszik, meg a halászbástya, meg ott a lépcső, hogy jönnek le az emberek. Azért sok videóban így kifele bambulok, az mindig az, hogy jön valaki lefele. A másik oldali teraszon meg a város látszik, úgyhogy igen. tényleg ez... Igen. És ez egy stretch volt azért, tehát hogy amikor ezt választottuk, hogy mi ide jövünk, azt tudtuk, hogy ez a tartalékaink rovására megy, és most vagyunk ott, hogy eltelt 4,5 év, és működik ez az egész rendszer is. Igen. Csak hogy akkor tényleg így a képet elmondva, igen, hogy igen. a jövő héttől már ugye nem itt készülnek majd a videók, hanem van egy fantasztikus, szép helyen, Duna mentén nyaralunk, és most oda költözünk, és Érden épül egy ikerház rész, ahova aztán megyünk majd tovább. Úgyhogy ezek a most, ha már itt a lépéseket meséljük, akkor ezek a következő lépések. Igen. Mit mondtam? Hogy még csak ezt a gondolatot befejezve, hogy valahol azért tényleg az igaz, hogy így nagyon nem minden, sok minden nem lett volna, hogyha ez a helyszín nincsen. Tehát ha nem tudom én, mi meghúzzuk magunkat egy 50 négyzetméteres helyen, oda nem tudtunk volna embereket fogadni, ugye, mind a kettőnknek volt egy ilyen lakása. Volna elindulni, nem tudtak volna elindulni úgy, folyamatok, képzések, tehát hogy lényegileg kikerekítem ezt a gondolatot oda, hogy hinni, merni, és az álmok mentén azért valamilyen szinten tényleg egyfajta kockázatot is vállalva, úgy, hogy nyilván nem csak az, hogy az ember kockázatot választ, hanem majd lesz, ami lesz, hanem hogy nagyon kőkemény erőfeszítést tenni abba az irányba, amilyen irányba te azt érzed, hogy oké, ez most egy kicsit több, mint amit én bírok, de ha ezért így
napról napra megteszem a lépéseket, akkor én ezt, meg még ennél többet is így át tudok lépni. És hogy azt hiszem, hogy ez a másik nagy tanítás, amit nekem ez a 4,5 év itt adott, és ez a helyszín adott, és így nagyon tényleg hálás vagyok, hogy itt lehettünk. Nekem ugyan előbb lejárt már ez a fészekrakó ösztönöm, előbb innen engem elszólított volna, de tényleg úgy zárom én is ezt a fejezetet, hogy nagyon-nagyon szép volt, kihagyhatatlan volt, nagyon de, de fontos másrészt volt. Ez fontos, hogy hinni, merni választani azok, amiket mondtál. Igenis kockáztatni, és aztán beletenni a munkát. Igen. Megérzések mentén. És tényleg bármit elbír az ember, tehát ez a teher alatt nő a pálmának, ez egy nagyon jó példája. Igaz, nagyon igaz, igen. Ez is, hogy mi hogy kerültünk ide, meg hogy történt ez itt. Igen, úgyhogy nekem úgyhogy ez... Ezek. Igen. Nekem egész más. Na. Nekem... Tartsam a mikrofon? Hát nem, mindegy, tart, még bírom. Nekem az, hogy mennyire... Pont tegnap volt, vasárnaponként most van már egy konzultáció ugye a közösségben, ahol így a nagyobbal, meg a mindenséggel való kapcsolatunkról volt szó. Mm. És pont tegnap ott volt erről szó, hogy nekem ez egyik legnagyobb tanulásom, vagy talán a legnagyobb mostanában, hogy mennyire haszontalan akarjak. Tehát, hogy mennyire nem... És egyébként ez a 4,5 év nekem ilyen szempontból nagyon szélsőséges volt, hogy nagyon sok időt töltöttem távlati célokba, uh-huh. víziókba, álmokba, hogy akkor így hova kéne eljutni, vagy hova tart ez az egész. Rengeteg időt töltöttem ebbe, és ugyanígy rengeteg időt töltöttem abba, hogy ma mit kéne megtenni, ma mit lehet megtenni. Tehát az, hogy elkezdődtek ezek a videók, és volt, hogy napi szinten, tényleg minden nap én videót csináltam, volt, hogy többet is. És azt látom így a 4,5 év távlatában egyébként, hogy eredménye annak lett, amikor nem gondolkodtam, hanem csináltam. És tényleg máig, tehát akármennyit is gondolkodom ezen, máig nem tudom igazából azt, hogy hova tart ez az egész. Azt tudom mindig, hogy ma mit kéne megtegyek. És azt mindig nagyon, azt, tehát ilyen, tényleg ilyen zsigeri lendületem van mindig minden nap valamihez, hogy mit kéne ma megtenni, mi lenne időszerű. Ez nem mindig valami, vagy általában nem valami stratégia mentén történik, és nem mindig következik a tegnapi napból, de valahogy ez összeáll mégis egy ilyen képé, ami nagyon szépen rajzolódik folyamatosan, és ezt nagyon tudom én magam rombolni azzal, hogyha stratégiát próbálok alkotni, vagy tegnap előtt, vagy múlt héten eldöntöm, hogy ma mit kéne csináljak, vagy túl sok időt töltök abba, hogy milyen lesz majd az az élet, amikor ezt már megépítettük, vagy hogy egyáltalán mit kéne építeni. Tehát olykor eltűnök egy-két napra ilyen dilemmákba, hogy erre kéne menni, vagy arra kéne menni, és mind a kettő egy útelágazás távolabbi pontjáról szól. Ami egy nagyon arrogáns folyamat, mert én fantáziálok arról, hogy én ide vagy oda akarok inkább eljutni, vagy hogy mi az én dolgom, inkább ez, vagy inkább az. De a valóság meg mégis, hogy az adott napon nagyon nyilvánvalóan csak egyféle lépéshez van lendületem, erőm, kedvem, tartalékom, inspirációm, és ebből rajzolódik egy út, ami teljesen kötött, ha visszafele nézek, és bármennyi gondolkodom rajta előre tekintve, is csak akadályozom magam. Tehát, hogy fel tudom használni a tett erőmet fantáziálásra, és el tudom akasztani magam egy ilyen, az szinte már ilyen depresszív állapotba tudok kerülni. Hát túl sokat gondolkodom a célom meg a tervem, mert hogy mennyire nem tartok ahhoz képest még sehol, pedig itt tőlök 45 évesen. És ezzel szemben meg fantasztikusan sok erőm van, amikor csinálom. Úgyhogy nekem most ez az új korszak, ez sokkal beláthatatlanabb egyébként, mint mondjuk az előző 4,5 év volt, mert viszonylag azért az nyilvánvaló volt, amikor ide érkeztünk, hogy mit fogunk mi itt csinálni, vagy mit kéne nekünk. Ugye már akkor volt szó én akadémiáról, meg online kurzusokról. Most sokkal kevésbé tudom, hogy hol leszünk 4-5 év múlva, mint ahogy akkor tudtam. Viszont nagyon erős élményem ebből a mostani időből, hogy tényleg nem kell ezt tudjam. Tehát, hogy nem hasznos gondolkodjak, nem hasznos akarjak, hanem hasznos, így tudom mondani nagy szavakkal kicsit, de akkor is ez az élményem, hogy hasznos szolgáljak. Hasznos megcsináljam azt, amihez ma van erőm. És alkalmasint elég. Alkalmasint elég. Elég, ha csak ezt megteszem. Úgyhogy nekem ez. És ugye mindeközben meg tényleg óriási ajándékokat kaptunk. Ez egy nagyon nehéz idő volt.
Ugye Anna érkezett, a kislányunk, édesapám elment. Most ebben a legutóbbi időben, és ez is valahogy szép, hogy most ez így mi, tehát egy csomó minden itt nagyon megváltozott, és lezárul, és most megyünk tovább egy új időszakba. Úgyhogy nekem ezek. Na, hát így, mondjad. Igen, az gondolom én is, hogy egy ilyen kerek, valahogy így lekerekedett ez az egész ilyen, ami mi életszakaszunk szempontjából is, hogy végül a házasságkötésünk is ide akkor kötődik. már itt voltunk? Itt, igen. Ó, tényleg, igen. Meg a nászút. Istvánnak a 40. születésnapja, akkor jöttünk már ide. Itt volt. Aha, akkor jöttünk igen. Ide, az volt így az első ilyen nevezetes pont, vagy ünnep, és gyakorlatilag innen mentünk el a házasságkötésünkre. Tényleg hosszan itt volt egy várakozás, hogy babát várunk, vagy szeretnénk, és Éveken át, a hosszan. Igen, és most gyakorlatilag így Annával zárul itt ez a periódus. Úgyhogy... Igen, meg apuha. Szép így. Édesapád, igen. Ja. Na, nem kéne integessen? Hát ő most alszik. Ja, akkor nem integet, akkor... Ő elaludt itt menet közben. Akkor majd a következő videón integet. Igen. Jó, hát köszönjük szépen a figyelmet. Tényleg a munkának nehéz ezt elhinni, meg nehéz benne bízni, de ha az ember jót csinál jól, tehát tényleg a helyes irányba tett igaz erőfeszítésnek, annak van eredménye. Annak tényleg, annak csodás gyümölcsei vannak. Úgyhogy talán ez egy ilyen jó zárása is ennek a korszaknak. Ezért mondogatom mindig azt a videók végén, hogy hajrá! Jó munkát mindenkinek. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Ez volt a sarok. A kis gyékeny paddal volt egy nagy szőnyeg, de azt már felszedtük. Itt a kilátás. A Lesz bástya, Mátyás templom, lépcső. Jöttek-mentek emberek itt, amire gyakran kinéztem közben. Aztán ez a kis vitrin, volt itt közvetlenül a kis vasasztalkán a tabletát, mint látod, ez egy iPad, amivel ezeket itt mint felvettem. Gondolom. És itt voltak a csoportok. Terasz. Munka.